Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Újabb határidőt tűzött ki a város önkormányzata azoknak, akik a kövesdi árok mentén laknak és beépítették a védekező zónát arra, hogy visszaállítsák a törvényszabta állapotokat, döntött a képviselőtestület. Aki nem teljesíti a felszólításban leírtakat, azzal szemben jogi lépéseket határozott el a testület. Ezek a képek a kövesdi ároknál készültek. Jól látható, több ház kerítése alig másfél-két méterre van a belvízvédekezést biztosító árok partjától. Az önkormányzat egyszer már felszólította a lakosságot, hogy állítsa vissza az építményeket, ám eddig senki sem lépett az ügyben. A képviselőtestület, mint tulajdonos, megkérte az ingatlan tulajdonosokat, hogy legyenek kedvesek a saját telek határáig visszavinni ezeket az építményeket. Ennek a határidejét szeptember 30-ában határozta meg. Sajnos a lakók nem érezték fontosnak, hogy ezen kötelezettségüknek eleget tegyenek. A képviselőtestület úgy döntött, hogy egy újabb határidőt biztosít számukra, hogy önként, saját költségen ezt legyenek kedvesek megtenni. Ez a határidő december 31-e. Amennyiben nem történik meg ezeknek a kerítéseknek és adott esetben épületeknek a jelenleg ingatlan nyilvántartás szerinti telekhatára történő visszavitele, abban az esetben a képviselőtestület úgy döntött, hogy más módon próbálja elsősorban tényleg a lakók érdekében kikényszeríteni azt, hogy a védekezési és karbantartási feladatokhoz szükséges önkormányzati tulajdonú területet vissza tudjuk venni, és ott ezeket a feladatokat el tudjuk végezni. Mindez azt jelenti, hogy ha továbbra sem lesz foganatja a felszólításnak, a hivatal jogi útra tereli és perelni fogja a lakókat. Ennél pozitívabb és a városkép szempontjából is meghatározó, hogy a német önkormányzat sikeresen pályázott egy a népcsoport életét bemutató tanösvény létrehozására. Ezek a tanösvényi elemek a város központjába kerülnének elhelyezésre, viszont ennek érdekében képviselőtestületi jóváhagyás szükséges. A pályázat szerint 7 olyan elem kerülne elhelyezésre a Szent Háromság téren, Szent István téren, Mozi téren, gyakorlatilag a templom közvetlen környezetében, ahol a Vátaszéki Németség történetének bizonyos elemei kerülnének bemutatásra, német, illetve magyar nyelven. A 7 elem a történetiséget mutatja meg, míg a 8. egy vátaszéki német pár történetét dolgozza fel, mely a város egyik látványossága lehet. A tanösvény várhatóan a jövő év tavaszára készül el, és a Pünkösdi Fesztivál alkalmával kerül majd felolvatásra. Megoldódik a szennyvízelvezetés Bátán, Lajvéron és Kövesden, továbbá megújul a szennyvíztelep Bátaszéken. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg várhatóan 2020-ra. Csövek, markológépek, földkupacok jelzik, hogy a bátaszéki szennyvíztelepen javában zajlik a felújítás. A rekonstrukció egy közel 1 milliárd forintos beruházás részeként valósul meg. Két forrásból sikerült magának a projektnek a megvalósításához fedezetet szereznie a két önkormányzatnak. Egyrészt úgynevezett környezetvédelmi operatív programból sikerült közel 800 millió forintot, 780 millió forint körül összegről beszélünk, és ez magának a bekerülési költségnek durván a 91%-a, és mintegy 9%-nyi összeget a belügyminisztérium önerő alapjából sikerült a két településnek pályázati úton megszerezni, így gyakorlatilag maga a projekt 100%-ban lefinanszírozott, ami azt jelenti, hogy hála jó Istennek a lakosságnak nem kellett önerőt, lakosságnak vagy az önkormányzatnak nem kellett önerőt biztosítani a projektnek a megvalósításához, tehát teljes egészében alapi támogatásokkal tudott megvalósulni. Ugye ez a projekt két településen zajlik, hiszen a két település 2010-ben kezdte meg az előkészítő munkát, közösen pályáztunk a tervek előkészítési költségeihez. Bátán ugye alapvetően csak szennyvízhálózatépítés történik meg a település több pontján. Bátaszéken kettős műszaki tartalommal valósul meg. Egyrészt maga a szennyvíztelep rekonstrukciója zajlik jelen pillanatban. Ez egy új medenceépítését és új technológiai elemeknek az elhelyezését jelenti. Ez erre azért volt szükség, hogy egyrészt megnövekszik majd a befogadott szennyvíznek a mennyisége, másrészt a tisztítási paraméterek már megváltoztak, tehát magasabb határértéket kellett a telepnek biztosítani ahhoz, hogy környezetvédelmi szempontból minél tisztítottabb szennyvizet lehessen kibocsátani. Ez fog lezajlani a beruházás keretében, illetve hát több település részünk is, ahol korábban nem sikerült a szennyvízvezetéket kiépíteni, most hálózattal kerül ellátásra.
A beruházás befejeztével Bátaszék egész területét lefedi majd szennyvízhálózat, és megoldódik a szennyvíz elvezetés Lajvéron és Kövesden is, amit a helyiek régóta vártak már. Bátán pedig több ponton szennyvízhálózatot építenek ki. A polgármester szerint ezzel és egy korábbi ivóvízjavító projekttel együtt környezetvédelmi szempontból nagyot lép előre a település. Várossá ugyanis csak olyan település válhat, ahol a közművek rendben vannak. A jelentősége nagyon nagy, hiszen pont az a falu rész nem volt ellátva szennyvíz elvezetéssel, ami védett terület, ami környezetvédelmileg nagyon fontos lett volna, és éveken keresztül dolgoztunk a képviselőtestülettel ezért, hogy végre egyszer megépüljön ez a projekt. A Gemenci Erdészeti Vendégház melletti épület, és a Dunaparttól körülbelül 40 méterre, és ennek a háznak a megvásárlására, vagyis teleknek a megvásárlására van szükség, mert a terepadottságok miatt műszakilag nem lehetett biztosítani ezeknek az alsóházaknak a gravitációs szennyvízelvezetését, ezért kell építeni egy központi átemelő részt, és ami lényeg, hogy megvannak a paraméterek határozva, hogy melyik telekhatártól vagy épületfaltól hány méterre kell lenni a vezetéknek. Ezt ezen a részen nem lehetett biztosítani, így ezért kell, hogy egy ugyan nem lakott ház, mert nem lakott ház, tehát megvásárlásra kerüljön. A közel 1 milliárd forintba kerülő beruházás uniós és hazai forrásból valósul meg várhatóan 2020-ra. Én azt gondolom, hogy jövő tavaszra össze fog tudni ez állni. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a Bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Halottak napja alkalmából megemlékezést tartottak a bátaszéki római katolikus temetőben a Nagykeresztnél. Halál, elmúlás, nehezen értelmezhető, sok szenvedéssel járó fogalom, amit mindenki másként él meg és fejez ki. A halottak napja arra kínál alkalmat, hogy méltó módon emlékezzünk meg hozzátartozóinkról. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Bátaszéken is megtelt a temető a délutáni közös megemlékezésen. Énekléssel, imádsággal, mécses gyújtással emlékeztek meg a temetőbe kilátogatók halottaikról. A hozzátartozók közül volt olyan, aki azt mondta, ez számára megnyugvást jelent, ezért minden évben részt vesz ezen. Minden évben ilyen halottak napján itt délután mindig volt. Ő mindig ki szokott jönni? Igen. Miért? Igen. Hát a halottaimról megemlékezni. Uh-huh. És akkor misét még végighallgatjuk, uh-huh. Imádkozunk. És...
És jól esik ki. Igen, egy kicsit úgy megnyugszik az ember. Sónyékrő vagyok itt, már itt laktunk Bátorszéken, de 16 éve ott vagyok a lányommal, már a férjem itt halt meg Bátorszéken, és azóta itt vagyok minden évben. És a szüleim itt vannak, én bátorszéki vagyok, itt születtem, itt vannak eltemetve a leszármazottak, és akkor ilyenkor el szoktam jönni. Kedves testvéreim, emlékezni jöttünk a mai délután, emlékezni szeretteitekre, emlékezni azokra, akik előttünk jártak az élet útján, mint mi is zarándokként. Zarándokok vagyunk ezen a földön, ahová az Isten teremtett bennünket, de hazavár bennünket abba a hazába, amelyet Urunk Jézus Krisztus készített számunkra. Ezért a keresztény embernek az emlékezés, az nem egy puszta dolog, hanem egy valóság, amelyben Istennel találkozhatunk. Azzal az Istennel, aki megteremtett és megváltott bennünket, és aki az örök életet ígérte az ember számára, annak az embernek, akinek fölkínálta ezt a lehetőséget, annak az embernek, aki ezt el is fogadta tőle. Kürtösi Krisztián bátaszék plébánosa a megemlékezésen a feltámadásról és annak fontosságáról beszélt. Krisztus föltámadta a halálból, elsőként a halottak közül, egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad föl, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja Istennek, az Atyának az uralmat. Addig kell ugyanis uralkodni, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti, utolsó ellenségként a halál semmisül meg, mert amint a Szentírás mondja, hatalma alá vetett mindent. Kürtösi Krisztián a megemlékezésen szólt arról is, hogy a keresztény hit szerint, ahol nincs szenvedés, ahol nincs kereszt és fájdalom, ott nincs üdvösség és örök boldogság sem. Könyörülj, Urunk, elhunyt testvéreinken, rokonainkon, barátainkon és jótevőinken, add, hogy akikhez itt a földön szeretet fűzött bennünket, a más világon élvezhessék a te örök szeretetedet. Kiragyogni látod, érte csillagát. A halottak napja eredetileg keresztény ünnep, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztító tűzben levő hívekért. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából, az elhunytakról való megemlékezés napjává. A cigány nyelv elsajátításának fortéjairól, a nyelvet beszélők alacsony számáról is szó volt az Amari Romani Sib Róma konferencián, amit ismét Bátaszéken rendeztek meg.
Hallgatóval, vagyis hagyományos, lassú ütemű, komor hangulatú roma népzenével emlékeztek a roma holokauszt szörnyűségeire Bátaszéken 2 évvel ezelőtt. A zenészek cigány nyelven szóltak egymáshoz, de ez igen ritka manapság, ugyanis egyre kevesebben beszélnek cigány nyelvet hazánkban, és maguk a romák is inkább magyarul szólalnak meg, hiszen a munkahelyen, hivatalban, iskolában, orvosnál is így kell beszélniük. Ezt tapasztalja a több száz középiskolást oktató Nagy Gusztáv is. Csak úgy lehetne, hogyha a tankönyvekben lennének cigány nyelvű anyagok, cigány nyelvű versek és egyéb más műfajban, akkor talán felébresztenék a tanulóknak a figyelmét, de mondom, ma már úgy van, hogy a klasszikus cigány családoknál, ahol még beszélik a nyelvet a szülők, ott már a gyerekek nem igen. Sajnos. Most ezek a konferenciák, meg ezek a találkozók éppen arra valók, hogy ezt azért mondjuk el, és hallgassák meg. Így van, tehát hallgassák meg a szülők, és foglalkozzanak a gyerekeikkel, hiszen ez a nyelv ugyanolyan értékű nyelv, mint bármelyik más nyelv. A világon kb. 15 millió cigány ember beszéli a nyelvet az egész világon, úgyhogy Ez nem egy kihalt nyelv, és ennek van egyébként jövője is, és szókincse is van. A nyelv kihalása veszélyeztet. Ebben nagy szerepet játszik az is, hogy maguk a cigányvezetők közül is sokan csak magyarul tudnak megszólalni. Ez azonban komoly gátja más roma szervezetekkel való nemzetközi együttműködéseknek, hangzott el a konferencián. A mai fiatalság igazából nem igényli a cigány nyelvet, mert ugye a szülőktől már nem kapják meg azt a lehetőséget, vagy nem adják meg a szülők, mert inkább magyarul beszélnek, inkább magyarul fejezik ki magukat, mint cigányul. Horváth Elekné azt mondja, igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a folyamatot megfordítsák. A nyelvünk pont a veszélyeztetett nyelvek közé van besorolva, mivel ugye a családokban már mindig kevesebben beszélik, az oktatási intézményekben lehetőségünk nagyon kevés, hogy ezt a nyelvet ugye felújítsuk a többi kisebbségi nyelvvel kapcsolatban, például mind a némettel, és ugye arra törekednénk, hogy minél több intézménybe be tudjon kerülni a cigány nyelv oktatása. Most végül is ez a konferencia ezért jött létre, mert szerettük volna megszólítani a roma vezetőket, hogy ez egyik célkitűzésük legyen az, hogy igenis vegyék fel a kapcsolatot az intézményekkel, a városaikba, a magasabb rangú cigányok ugye legyen egy javaslatuk mindig az itteni politika felé, hogy igenis a roma társadalomnak van egy ilyen igénye, hogy szeretné, hogy minél szélesebb körbe a roma nyelvnek legyen presztízse. Találkoztunk olyan bátaszékivel a roma konferencián, aki nemrég nyelvvizsgázott cigány nyelvből. Azt mondja, imádja a dallamát, de egyáltalán nem tartja könnyen elsajátítható nyelvnek. Ugyanúgy kell ezt is tanulni, ugyanannyit. Ugyanúgy vannak ige ragók, ragozások, jövő idők, tehát mindenféle van. Himnem, nőnem, több eszem, tehát én azt gondolom, hogy nem olyan könnyű, ahogyan az emberek, talán ez a szó nem jó, hogy lenézik, de úgy nem igazán veszik semmibe ezt a nyelvet. És igazából nekem tetszik is, tehát ezt szeretni is kell. Tehát annyiból könnyebb talán, hogy hogy az ember beszél olyan csengő, tehát olyan dallamos. A cigány nyelvben jelentős mértékű iráni és legfőképpen bizánci görög nyelvi hatás érzékelhető. A nyelvészek megállapították, hogy a középkori görög legalább 200 szóval gazdagította a romák nyelvét. A 30-at ugyanúgy mondja tranda, ugye, az is 30, vagy a szombatot úgy mondja, hogy szavato, és náluk is szavato, és a számtanban a cigányok nagyon sokat átvettek például a görögöktől. Nem csoda, hiszen 500 évig ugye a cigányok Görögországban éltek, amikor elindultak Indiából, Pandzsábból, és nagyon sok szó van a iraki, iráni nyelvjárásban. Az elnök 30 évig nemzetközi kamionosként dolgozott, és hasznát vette annak, hogy beszél cigányul. Például Nagykőrösről, a konzertgyárból hordtam ki
az árut, és Lengyelországban voltam, bizony én nekem nagyon sokat számított, ugye, mert hát cigányokkal találkoztam, és a cigányoktól ugye tudtam megtudakolni, hogy hol, merre vannak ezek a raktárak, a lerakó helyek, tehát nekem előnyöm volt a cigány nyelv. Olyan helyzetben voltam, hogy a munkám során, ugye, mivel tudtam beszélni cigányul, cigányokat meg lehetett találni, akár itt Szerbiába, vagy Horvátországba, körülöttünk lévő országokba, tehát nekem segítség volt az, hogy én tudtam beszélni cigányul. Cigány minden országban van. Romák alkotják a legnagyobb kisebbséget Európában. Becslések szerint 11 millióan élnek a kontinensen. A genetikai vizsgálatok megerősítették a romák indiai származását, vagyis most már biztosnak tekinthető, hogy körülbelül 1500 éve indultak el India északi részéből. 900 évvel ezelőtt érték el Európát. Ennyi volt mára a Cikádor magazin. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!